Nagyon sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt a konferencián. Amivel foglalkoznék most, ugye az a hagyományőrzők körében, legalábbis a 16. századosok körében elterjedt salavári, amit automatikusan összekapcsolnak egy bő török nadrággal. Ezen keresztül szeretném megmutatni azt, hogy amit már Gábor is felvetett, hogy milyen fogalmakat használunk a korban, vajon a korszak elnevezéseit használjuk, ha igen, akkor pontosan azok mit jelentenek, milyen népnél mit jelentenek, és hogy be is mutatnám azt, hogy hogyan kell elkezdeni egy ilyen kutatást, hogyha egy darab tárgyat kiemelünk, ami jelen esetben egy nadrág lesz, akkor mik azok a lépések, amiket meg kellene tennünk, mert hogy ezt nem csak kutató... Jó. Nem tudom, mennyire hallatszik, próbálok nagyon hangos lenni. Tehát nem csak a kutató teheti meg, hanem a katonai hagyományőrző is, hogy a re-enactor, illetve a kettő lehet egy és ugyanaz ebből a szempontból. Ugye, amiket én szoktam használni, azok az alábbi forrás típusok, történeti forrásként ugye az eredeti írott anyagot használjuk. Ez azt jelenti, hogy nem csak forrásközlést, hanem igen, bizony el kell menni levéltárba, könyvtárba, és akkor az eredetieket elolvasni. Amint láthatjuk, lesznek vele problémák, mert hogy az eredeti magyar kézírást is meg kell tanulni elolvasni, de higgyék el, megéri, mert hogy sok mindent ki lehet deríteni. Aztán vannak itt nekünk képi forrásaim. Erre is szeretném fölhívni a figyelmet, hogy úgy kezeljük a forrásokat, hogy ugye azokból vonunk le következtetéseket, viszont használjunk megfelelő forráskritikát, és pont ezen az Eszterházy Pál képen meg fogom mutatni, hogy miért fontos a forráskritika használata, mert lehetnek tévedések, hogyha nem figyelünk oda, hogy milyen forrást használunk és hogyan. Amit itt látunk, az a portré, az egyik oldalon, ugye, ahol az úriember arcát is látjuk, már a restaurált forma, a másik pedig a restaurálás közbeni állapot, ugyanis divat volt a korszakban egy olyan 50-70 évenként átfesteni a portrékat. Na most, ha ezt viseletkutatásnál nézzük, akkor ha aktualizálom mondjuk 70 év múlva, pont az 1600-as évek végén, 1700 elején a képeimet, akkor ugye ott lesz rajta a felirat, mert hogy azt nem mindig festik el, hogy 1650, és látok egy 1700 elejé ruhát. Na most tudjuk, hogy 1600 végén, 1700 elején van egy erőteljes divatváltás a barokk és a rokokó felé. Úgyhogy ezért mondtam, hogy nagyon figyeljünk oda, hogy amit használunk forrás, azt ellenőrizzük is le, hogy pontosan milyen korszakra használom. Mert hogy például itt rövidítik a dolmányt, és átrajzolnak elég sok mindent. Aztán a régészeti források, a történészek egy kicsit meg szoktak rajta lepődni, mivel én régész is vagyok mellette, én rendkívül módon szeretem ezeket együtt alkalmazni. Kell. A viseletnél különösen fontos a régészeti leleteknek a feldolgozása és ismerete. Nagyon jól tudom, hogy nagyon kevés forrásközléshez lehet hozzájutni. Azért úgy gondolom, hogy az elmúlt években több olyan kutató is van, akik elkezdték ezeket közölni, úgyhogy higgyék el, hogy lehet velük dolgozni, és fognak is találkozni feldolgozással, illetve cikkekkel, úgyhogy lehet őket majd alkalmazni. Amit itt látnak a képen, az az 1964-es Sárospataki plébánia templomnak az ásatása, azon készült fotó, és itt látható az egyik előkerült férfi sír. Ugye dolmányt látunk rajta mentével, illetve magát a nadrágot is, amiről fogok majd részletesebb képet is mutatni. Ami viszont a kora újkorban még nagyon jó forrás, illetve párhuzam számunkra, az a néprajz lesz. Ezt is érdemes forrás kritikával kezelni, de azokra, ahol nincsen elég képi adatunk, illetve a régészettel össze tudjuk hasonlítani, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon jól használható. Én például női fejviseleteknél tudtam nagyon jó kiegészítéseket tenni a néprajzi adatok alapján. Ugye az általános viselethez fontos megnéznünk az alábbiakat. Egyrészt milyen korszakról beszélünk,
ezt mindenképpen tisztáznunk kell. Ugye a történelem egyezményes dátumokkal dolgozik, de azért érezhetőek ezek az egyezményes dátumoknál, hogy vannak korszakváltások, tehát meg kell mondanunk, hogy a kora újkorról van szó, ez a 16-17. Század, és ez a török kiűzésével bezárólag egy erőteljes változást láthatunk. Úgyhogy most jelenleg ezzel dolgozunk. Aztán ugye a földrajzi terület, én itt a Kárpát-medencét venném, a néprajzban ugye vannak tájegységek, ott meg is tudjuk magyarázni, hogy ott van elég forrásunk arra, hogy láthassuk, hogy vannak tájegységenként eltérések. Én úgy gondolom jelenleg, hogy a bizonyára a kora újkorban is voltak, a kutatás nem áll még úgy, hogy meg tudjuk ezt határozni, hogyha egy kicsit, mondjuk egy 10-20 év múlva kérdezik meg, akkor lehet, hogy azt fogom mondani, hogy igen, vannak tájjellegű eltérések. Ugye nagyon fontos, hogy milyen nemről beszélünk. Mindig gondoljanak arra, hogy a úgynevezett kivetkőzés előtt, ugye a néprajz használja ezt a kifejezést, tehát a 20. század elejétől, ha nézzük vissza a történelmet, akkor nagyon határozott társadalmi nemi szerepek vannak. Ebből a társadalom nem lép ki, ha igen, akkor azt megjegyzik. Tehát, hogy az kifejezetten benne lesz a forrásban. Az, hogy nő női ruhát visel, férfi meg férfi ruhát, ez egy alap. Ha ettől valaki eltér, akkor azért az borzasztóan megbotránkoztatja a korszakot. Ne a saját korszakunk fejével gondolkodjunk, amikor ilyenkor dolgozunk forrásokkal, mindig az adott korszaknak a tudásanyagát kell használnunk, és azt az alapot, amit ők gondolnak magukról. És akkor ezzel már nem csak egy tárgyat elemzünk, hanem bizony használjuk a szociológiát, a pszichológiát, tehát hogy egy teljes körű identitásvizsgálatot is elkészítenek, pedig önök nem is tudták eddig, hogy ezzel foglalkoznak ilyenkor, de valóban ez egy identitásvizsgálat is. Nagyon fontos az etnikum. Ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok fajta népesség él a Kárpát-medencében a kora újkorban. Ezeket, tehát hogy a kivetkőzés előtt az információ, amit a ruha átad, sokkal több, mint amit ma átad. Ebben benne van az, hogy ránézek valakire, tudom, hogy milyen nemhez tartozik, ez egyértelmű. Tudom az életkorát, tudom a családi állapotát, tudom az etnikumát. Tudom a felekezetet, amit itt láthatunk, ezeket mind meghatározza a ruha, tehát ezeket tudom vizsgálni a ruhán keresztül, és meg is kell állapítanom, amikor dolgozok egy ilyen forráscsoporttal. Elnevezések. Amiről én most beszélni fogok önöknek, az a nadrág, de több ruhadarabot fogunk érinteni, és mindjárt meglátják, hogy miért. Ezek összekapcsolódnak, benne lesz a harisnya, a kapca és a salavári is. Mert hogy ezek mind élnek a korszakban, már az elnevezések, de nem teljesen ugyanazt akarják, amit ma gondolunk róla, illetve amit a hagyományőrzők használnak, mert hogy ez is egy fontos dolog. Vannak olyan sarkalatos pontok, amik meggyökeresedtek a kora újkoros hagyományőrzők között, nekem pedig, mivel viseletkutatással foglalkozom, az a célom, hogy ezeket tisztázzam, úgyhogy fognak még tőlem olyan előadást hallani, ami döntögeti ezeket a sztereotípiákat. Nézzék el, nekem azért csinálom, hogy önöknek több információjuk legyen az adott korszakról. Tehát, amit látunk, az egy nadrág. Így is nevezik a korszakban, nem bő, nem vászon, nem lemvászonból készül, nem hasonlít a törökre. Ezt nevezik nadrágnak a korszakban. Honnan tudom? Hát egyrészt van rá régészeti forrásom, amit itt láttunk, ez a Sárospataki plébánia templom. Egyik kriptájának egyik koporsója. Jelenleg ez az egyetlen publikált nadrágleletünk, de erről még mindjárt lesz szó. A másik, vannak szabás mintakönyvek a korszakban, nem úgy kell elképzelni, mint a burdát, de azért fogom majd belőle mutatni, tehát nem méretezéssel van, de a méret arányokat jelölik rajta, tehát egy sing, fél sing, másfél sing, hogy körülbelül hasonlítható legyen, tehát hogy meg tudja csinálni maga a szabó. De ezeket azért csinálják, nem mutogatják mindenkinek, csak a szabó céhen belül használják, mert az újítások is benne vannak, mert hogy az újabb darabokat is kérik ugye a vevők értelem szerint. Aztán honnan tudom, hogy nadrágnak nevezik, és ezt nevezik nadrágnak? Ugye a szabóknak, a céheknek vannak limitációik, árszabásaik. Na most, amikor megtalálom, hogy jó abanadrág, öreg abanadrág, karasia nadrág, alatta pedig a salavárit, ugyanilyen típusokban, akkor azért gyaníthatom, hogy a kettő két különböző dolog lesz, mert hogy árakban is eltérnek, meg külön is vannak felsorolva. Akkor azon kéne gondolkodnom, hogyha ez a nadrág, és ugye a képi forrásokon és passzos nadrágot látok kivétel nélkül a magyarokon, de használják a salavári szót, tehát akkor
leszögezhetjük, hogy a magyarok egy passzos nadrágot neveznek nadrágnak, na de akkor mi a salavári? Mert hogy csak lesz valami. A képeken nem látok, és a viseletalbumokban sem látok olyan törökös, budgyos nadrágokat, amiket török ábrázolásokon lehet. Akkor hogyan jutok el ugye a salaváriig? De először még nézzük ezt a nadrág dolgot, pontosan hogy is néz ki. Amit itt látnak, ez egy januárban készült fotó a restaurált nadrágról, jelenleg nincs kiállítva, úgyhogy munkafotó az, amit látnak. Ilyen állapotban maradt meg a 16. század második fele óta, eredetileg zöld színe volt. A legtöbb régészeti textil általában ilyen csúnya barnásra színeződik, amikor levegő éri. Nem nagyon lehet vele jelenleg még mit kezdeni, legalábbis a restaurátorok nem tudnak, de dolgoznak rajta. Tehát, amit látunk, egy talpallós, passzos nadrág. Na most mondhatják önök, hogy igen, akkor beszéljünk egy kicsit a szabásról, mert hogy lehetne ezt megoldani. Ugyanis, hogyha nem elasztikus anyagot használunk, akkor ugye, ismerve a biológia és a fizika törvényét, elég nehéz lenne egy teljesen egybeszabott nadrágot felhúzni a lábunkra, ugye a lábfej formája miatt. Igen. Ha jól megnézzük a képi ábrázolásokat, akkor láthatjuk, hogy hátul, nem oldalt, hátul a nadrágon vannak gombok, lehetnek kapcsok és lehet kötözés. Ezekkel lehet a lábszárra ugye rápasszítani a nadrágot. Azért még a forráskritikához ezt az apró megjegyzést tenném, hogy néha egy picit csalnak az ábrázolások. Térd alatt nagyon passzosak ezek a nadrágok, de azért itt is lehet egy kicsit már látni, hogy a combnál egy kicsit azért eláll. Egy kicsit olyan bridges-szerű ennek az eredetinek a szabása. Ugye ez alkattól is függ. Amikor azt látják, hogy rendkívül passzosak a nadrágok a korszakban, akkor azért értelmezik úgy, hogy vannak olyan esetek, amikor a művésznek van egy kis fantáziája is, nem mindig rendkívül passzosak, de azért az alap az, hogy nagyon rásimul a lábra. És ugye itt láthatunk még többfajta ábrázolást, mindenhol ugye ezek a passzos nadrágok térnek vissza. Nézzük meg, hogy honnan ered ez a nadrág, mert a szabása így lesz egyértelmű. Tehát a középkorban, ugye a 13-14. Századot nézünk, általában ez ugye rögtön nem látszik a képeken, csak kivételes esetben, a tunika alatt nem egybeszabott nadrágot, hanem harisnyaszárakat viselnek, amiből kivillan az alsó nadrág. Ezt kezdik el a Mátyás korban szépen egybevarni. Ugye egy többfajta ábrázolást is láthatunk. A Mátyás korban már sokszor nem csak harisnyaszárakat, hanem az ülepnél egybevarrott nadrágokat is használnak, elől pedig ellenzőt. Na, valami ilyesmiből alakulhat ki a mi kora újkori magyaros nadrágunk. Ugye az ötös számmal jelölt egy ilyen nadrágszár, és joggal mondhatják önök, tudom, férfi emberek nem mindig voltak oda a szabás mintákért, a hölgyek gondolom rögtön látják, hogy kicsit gyanús ez így, mert hogy a nadrágok manapság 4 darabból szabódnak, ugye van 2 elől, meg 2 hátul, ez meg itt egy, tehát egy nadrágszár, még egy nadrágszár, amit hátul varrok össze. Ez kezd egy kicsit bonyolulttá válni, de mindjárt meg fogják látni, hogy hogyan kell ezt elképzelni. A 6-os szám alatt pedig egy székely nadrágot látnak ellenzővel, tehát hogy ez a néprajzi változata. Amit itt látunk, két szabás mint a könyvnek az átrajzolása, vagyis a két eredeti rajz, ugye ott látják a magyar nadrágszárak alatt, illetve az átrajzolt félbehajtott és a szétnyitott, kiterített változata. Tehát ez az egyik, mondjuk úgy, harisnyaszáram, és akkor áthúzom a másikat, és akkor a fenék résznél hátul pedig egybe varrom a kettőt. Ezeknél legalábbis a sárospataki alapján, illetve a több viseletalbum alapján ezeknek a nadrágoknak nincs elől ellenzője. A 18. század, 19. században meghonosodó néprajzi nadrágoknál van. Azt nem tudom önöknek megmondani, hogy kivétel nélkül, ellenző nélkül készülnek-e, valószínűleg vannak vegyes változatok, hiszen a Mátyás korban is használják az ellenzőt.
Ugye ez az, amit a hagyományőrző nyelv Here Kupac néven is szokott ismerni, hogy mindenki tisztában legyen arról, hogy miről van szó. Én úgy gondolom, hogy vegyesen használhatják, jelenleg az egy darab régészeti leletünk, és a viseletalbumok azt mutatják, hogy ebben az időben valamiért inkább kicsit bővebbre szabják derék körül, és nincs ellenző, 18. században visszatér. És tudjuk a néprajzi anyagban, hogy egyébként kézmelegítésre is használható, illetve zsebnek. Amit itt látnak, ez a 16-18. Századi nadrág, ugye kiterítve, elölnézetből, hátulnézetből, és ugye az oldalnézete, amit láthattak a régészeti lelet fotóján is. Ami a hátulnézeten látszik, az, hogy a fenék résznél egy kicsit megbudjan, azért, hogy ugye tudjunk benne ülni, illetve mozogni. És akkor hasonlítsuk össze a fejlődést. Az első, amit látnak, a 16. századi, a második a 18. század második fele, és ugye azt látjuk, hogy ugye a két nadrágszár egy-egy darabból van összevarva, és a hátsó varrás az elkezd elmenni hátulról, eltolódik oldalra. És ugye a fenék résznél szabódik össze, és akkor láthatják az utolsó képen, hogy teljesen oldalra tolódik, ugye ma a székely harisnya varródik így, és innentől kezdve érthető, hogy miért szabjuk ma a nadrágot négy darabból, mert hogy innentől kezdve lehet ugye már felezni belül is, és akkor ezek a mai modern nadrág szabások. Így fejlődik ki a harisnyából a modern nadrág. És akkor láthatjuk itt, ugye erdélyi viseletalbumokból 12-t ismerünk, ez az egyik londoni példány, amit látunk egy iparos, egy erdélyi iparos, és hátul szépen látszik a varrás is. Ugye itt közelről látszik, a derékba visszahajtották az anyagot, és belehúznak egy madzagot, amivel rögzítik a derékon, illetve azt is láthatjuk, hogy a koraújkor nagy találmány a zseb, amit hivatalosan ma úgy gondolunk, hogy török átvétel legalábbis a szó, és szoknyákon is, és nadrágokon is használják, tehát férfiak is, nők is már ebben az időben. És akkor itt láthatjuk a kapcsokat, ugye a magyar nemes ábráján, és ezért is mondtam, hogy többfajta kifejezésbe fog jönni a nadrág mellett, ugye itt látjuk, hogy a kapca mit jelent a kora újkorban, de erre mindjárt visszatérünk még. És akkor, amit itt látunk, az pedig Sátorajaújhely, plébánia templom lelőhely, és kapcsokat láthatunk a lábszár hátsó részéről. Ezek egy kicsit cifrázott kapcsok, ugye, amit már el kell képzelniük, bemegy az ember a méteráruboltba, és az úgynevezett francia kapcsot megveszi. Ugyanaz a forma létezik a 13. századtól. Tehát, hogy nem egy új találmány, csak ma galvanizáljuk a kinézetét, illetve lefestjük. Vannak ennek cifrább változatai, amikor kicsit meghosszítom a tetejét, és akkor lehet ilyen dupla díszítéseket rátenni, de funkciójában ugyanaz, ugye ezek a kis kapcsok, amiket ismerünk. És ugye itt közelről. Két oldalt pedig fémszálas, skófiumos passzománycsík fut végig. És amit itt láthatunk, az a második problémakör a salavári. Mert, hogy ugye mondtam, hogy a kifejezés viszont létezik, de ilyen bugyos nadrágokat nem látunk. Na, viszont leírásunk van. Ugye honnan tudjuk, hogy a nadrág és a salavári más, ha meg, hogy a korszakban megnézem, hogy számukra mit jelent. Ugyanis a korszakban vannak szótárak. Úgyhogy én kinyitom a szótárt, mondjuk Szent Simolnár Albertnél, és megnézem, hogy mit ír a nadrágra. Azt mondja, hogy kaliga, nadrágharisnya, salavári jelentéssel. Ez még annyira nem hoz engem közel. Feminália, gatya, alsó ing, nadrág, pápai Párizs Ferencnél már gatya, berhe, nadrág, alsó ing, előkötő. Aztán mit látok a salavárinál? Azt mondja, hogy tibiale, tibialia, németül pedig a Strümpfe Reithusen néven találom meg. Ez már egy kicsit közelebb hoz. Nem azt mondja a kifejezés, hogy a teljes lábamon van rajta, hanem a lábszáramat jelöli meg. Valami ilyesmi félét kéne keresnem. Aztán nézzük tovább a forrásokat.
Apor Péter azt mondja a Metamorfózis Transzilvániában, hogy salavárit is viseltenek az ifjú legények, mind úrfiak, mind nemesek. Az nadrág hasítikjáig ért a salavári, ott belül az nadrágon ezüst vagy sejem sinór lévén varva két rendel, az sinórok végiben félújnyi ezüst vastag tők, azokat sinóron által vonták a salavári lyukain, és úgy kötötték a nadrághoz. Na, innentől kezdve egyértelmű, hogy a nadrág és a salavári két külön dolog, mert hogy egymáson viselik őket. A salavárin, ahol a lyukak voltak, oda szűformára csinált galanddal vagy sinórral körül megvarrott posztóvocs, az ezüstük onnan fityektek le. Bethlen Miklós pedig azt írja az önéletírásában, ugye ő egy nyugat-európai túrát tesz, mondjuk így, ez a korszakban elég nagy divat a fiataloknál, csinálnak egy házasság előtt általában egy ilyen körutat, hogy meglássák a világot. Bizony a mostani német köntöshöz képest bolondos köntös volt, de jónak kellett lenni, mert francia módi volt, nyárban is jó volt. Még akkor az kazákot, mely is akkor csak vékony sejem materiál volt bélelve, nem öltöttük, nem vettük, hanem csak a balkarunkon összefogva hordoztuk, tudják meg, hogy vagyon, mint most a paróka fodrát féltő németek a hónuk alatt az kalapot. Plundra, salavári, cipellős és a plundra vagy nadrág alatt térdig érő jó kemény gatya, melybe hosszú ingeket, kit alól felül jó béfoglaltam. Télben a nagy jó bélelt palástól vetettem ellent az hidegnek. Vagyis, ha ez egy nyugat-európai viselet leírása. Mindjárt fogunk nézni képet, hogy néz ki a nyugat-európai viselet. De azért így előjáróban gyorsan elmesélem. Ugye van egy felső kabátka, úgy hívják, hogy dublé vagy dublet. Van ehhez egy térdig érő, vagy comb középig érő budgyos nadrág, ez a plundra, ezhez pedig hozzáköti a salavárit. És akkor itt lépünk közel, tehát valami harisnyafélének nevezi, és egyébként a nevezéktanban a kora újkorban harisnyaként is adják meg. Tehát amit jelent, az egy nadrág fölé vagy lábszára húzható harisnyaféle, de nem egyenlő a kapcával. Hogy bonyolítsuk a dolgot, igen. Ezt támasztja alá egyébként ez az 1672-ben Pozsonyban keletkezett szabásmintakönyv, ahol láthatjuk a nadrágot és a salavárit egymás mellett. Ugye a nadrágon nem lepődünk meg, annak már láttuk a szabását többször, salavári viszont rövidebb. Ugye ha elolvassuk a feliratot, látjuk is, hogy fél singgel kevesebb anyag kell hozzá, és akkor itt kinagyítva láthatjuk a kettőt. Jaj, elszaladt. És akkor a nyugati viselet, tehát láthatjuk a kabátot, az ekét, vagy külföldi nevén dublét, illetve a plundrát, a nadrágot, illetve az urakat. Az egyik, ugye az első kép, az 1500-nak a vége, a másik pedig már egy kicsit franciás, az már 1600-nak a közepe, amikor elkészül. És ki kell térnem akkor a harmadik dologra, az alsó nadrágra, mert hogy úgy tűnik, hogy ez a magyar passzos férfi nadrág velejáró viselete. Ezt pedig a forrásokból tudjuk. Tehát magyar ember, magyar férfi alsó nadrág nélkül nadrágot nem hord. Na most erre képi forrásunk, hát az az igazság, hogy egyelőre még nincs. Ha önök találnak ilyet, küldjék el nekem, én rettentő boldog leszek tőle, és megígérem, hogy beleteszem a doktori disszertációmba. Nagyon régóta keresek, nem találtam még. Nyugat-európait igen. Ugye itt lehet látni, fürdéshez is használják egyébként a nürnbergi német urak, illetve a német Alföldön, ugye ott az elterülő úr szétnyílt nadrágján is látjuk, hogy nem csak úgy pőre valóságában jelenik meg, hanem azért még hoz fölötte egy alsó nadrágot, ami általában, ugye mivel ezek a ruhák érintkeznek a bőrfelülettel közvetlenül, ezért mindenképpen valamilyen vászon finomabb anyagot kell keresni, ugye ezt úgy nevezik a korszakban, hogy finom matéria, nem véletlenül. Amit itt látunk, egy spanyol példa, alsó nadrágra, de bő. Nem valószínű, hogy ilyet hordanak ugye a szűk nadrág alá, de valami szabottat kell hordaniuk. És akkor nézzük a forrásokat, mit írnak. Az első forrásunk Kemény János, aki az önéletírásában leírja, hogy fiatal korában, ugye amikor Bethlen Gábor alatt szolgál, akkor a magyarországi hadjáraton részt vesz. Csak hogy ő elég fiatal, és hát nincs mindenre felkészülve, hát hogyan tanulhatta volna meg, majd ott tapasztalatból nem visz magával elég alsó nadrágot. Hát gondolja a fiatalember,
kit érdekel ez, nem veszem föl. Mi történik akkor? Hát az egyik dolog, ami történik, hogy eltetvesedik, ezen rendkívül meglepődik. A másik az, hogy iszonyúan dörzsöli az ő mindenféléjét, mondjuk így a lábszártól kezdve a fenekén át minden berendezéséig a posztó nadrág, mert hogy ha megnézzük a szabó limitációkat, különféle posztóanyagokból készülnek a nadrágok. Mit csináljon, mit csináljon? Hát szerez gyolcs anyagot, és az első észak-magyarországi településen ő beviszi a szabókhoz, le is írja, hogy asszony személyek ezek, és kéri tőlük, hogy csinálják meg. Na most egy probléma akad ezzel, ez egy olyan település, ahol német etnikumú emberek laknak, viszont, mint ebből a forrásból kiderül, a németek nem mindig viselnek alsó nadrágot, a hölgyek pedig nem tudják, hogy kell ezt kiszabni. Úgyhogy megszerzi a gyolcsot, elviszi a szabóasszonyokhoz, a varróasszonyokhoz szó szerint, akik meg is csinálják neki, bólogatnak rá, hogy jó lesz neki alsó nadrág, odaadják, és amikor felszáll a lóra, akkor konstatálja, hogy a nadrágszabás az egyik legnehezebb dolog a varrónő életében, a hölgyek nem ismerik ezt, olyannyira vágja, hogy nem tud felülni a lóra. Úgyhogy innen tudjuk, ez az egyik első forrásunk, hogy két dolog, a magyarok mindig hordanak, már csak tisztasági okokból is alsó nadrágot, a másik pedig, hogy a németek nem mindig hordanak alsó nadrágot, látva a nyugat-európai viseletet, nem is kell nekik mindig. Ugyanis azt Bethlen Miklósnál is hallhattuk, hogy a hosszú ingeket viselnek a nyugat-európai férfiak, ez gyakran betűrik ugye a bőnadrágban a lábuk közé, és akkor úgy gondolják, hogy nekik nem mindig kell alsó nadrágot viselni. Megint mondanám, hogy ne botránkozzunk annyira meg, ugye a korszak fejével gondolkodunk nekik, ez a higiéniába tökéletesen belefér. Aztán látunk tanúvallomásokat, ahol azt olvassuk, hogy 1633-ban Szabó Jakab vádolja feleségét, Szabóné Kerekes Erzsébetet, azaz Erzsókot, házasságtöréssel Abrudyi István Szabó legénnyel. Kovács Ferenc azt vallja, Abrudyi az alsó nadrágja zsinórján Kerekes Erzsébet neve volt hímezve, amit az asszony adott neki, és rá is van írva, hogy Erzsóktól. Úgyhogy az asszony még mondjuk ugye a bűnjelet is elkövette, tehát hogy rátette a nevét az alsó nadrágra. Azt nem tudjuk meg a tanúvallomásból, hogy az egyik férfi ember hogyan láthatta a másiknak a gatyamadzagján a hölgy nevét, de erről nem szól a fáma, minden esetre ezt vallotta. A harmadik adalékunk pedig egyházi személy hordja. Apor egy anekdotája. Emlékezem arra is, mert füllel hallott bizonyságtól hallottam, hitelre méltó embertől gyerekkoromban. Ha egy becsületes, ezen szent szerzetből való páter megyen volt által Marosvásárhelyen, egy ifjú kufárné, mert az lustos szájú gazasszonyok húrították inkább, kérdi a pátertől, barát, van-e gatyád? A szerzetes megszégyenli magát, azt feleli, nekem vagyon gatyám, de néked, mint az bestje híres kurvának, nincsen orcád. Úgyhogy innen is tudjuk, hogy az egyház személyek között is volt, aki viselte. Ugye, amire még fontos felhívni a figyelmet, hogy pici apróságokból is kiderülhet, mondjuk tehát hogy érdemes különféle forráscsoportokat használni, tehát hogy ezek lehetnek olyanok, amik hivatali úton keletkeznek, mert azokban is vannak apróságok, és vannak magánforrások. Azt olvassuk, hogy Marosvásárhelyen Szabó Miklós a memoáriájában, 1583-ban, egy csepelpatéban felkelve az ágyból éjszaka, nadrágot már nem tudott magára rendeni az űrzavarban, de dolmányát és mentét sikerült felvenni, ezután felugrik a lóra. Na azért innen gondolható, hogy valószínűleg egy ing és egy alsó nadrág azért csak volt rajta, mert hogy mesztelenül csak nem teszi fel magát a lóra. Illetve azt írja Bethlen Miklós, hogy 1662-ben Utrechtben járván, ugye, amit már említettem, plundra volt rajta, és keményített alsó nadrágot is vett fel hozzá, abba húzta bele ezt a németes hosszú inget, mert hogy ő nagyon fázott. Tetszik neki ez a nyugatias viselet, nagyon viccesnek tartja, de azt mondja, hogy ezekben a kurta dolmánykákban nem is érti, hogy hogyan tudnak ezek a nyugatiak járni, mert neki úgy fázik a dereka. Ebből meg tudjuk, hogy a dolmány és a mente hosszú. Úgyhogy igazából ezeket szerettem volna megmutatni, és amiért betettem ezt a képet, hogy nagyon sokfajta információ kering, a hagyományőrzők is nagyon sok mindent tudnak összegyűjteni. Én azt
javasolnám, hogy beszéljenek a kutatókkal, legyen egymás között kontaktus, ugyanúgy, ahogy ezek a magyar urak is itt a spanyol nemzeti levéltárnak a képén, mert nagyon sok információ, apróság adódik így össze, és abból fog egy egész összeállni, hogy látták, piciből lehet a nagy felé menni, és egy egész társadalmi identitást kutatni. Úgyhogy én köszönöm a figyelmüket.